A Schmidt Múzeum északi falához kapcsolódik az új kétszintes épületszárny. Ezzel a régi épület mellé egy modern, letisztult formájú kubus kerül. A beruházás régészeti feltárással kezdődött, a napokban pedig már az emeleti falak készülnek. Hát most van a szerkezetépítésnek az a szakasza, amikor kinőttünk a földből, és egy gyors emelkedésnek indult az épület, felálltak a falak, födémek, és az épület lassan elnyeri végleges formáját. A tervek szerint a földszinten fogadótér kap helyet ruhatárral és vizes blokkal, az emeleti helyiséget pedig kiállítótérként használják majd. Ez azonban nem jelent bővítést, azt a területet pótolják így, amely a múzeumból átnyúlt a szomszédos egyházi épületbe, és visszakerült az egyházmegyéhez. Az épülethez a régi bejáraton keresztül csatlakozunk, az emeleten pedig fölött lesz egy bejárat, és azonos földrészsíkon fogunk tudni áthaladni. Tehát a két szint az teljesen össze lesz kötve, és kerekesszékkel is végigjárható. Az új épület akadálymentes lesz, a földszintről liften is fel lehet jutni az emeletre. Lesz rajta egy főbejárat, ami egy üveges portál, és lesz mellette egy jóval nagyobb üvegfal, ami mögötte fogja rejteni a függőleges irányú közlekedőt, és amikor végigjárja valaki a múzeumot, és a befejezése az végeredményben a tárlatnak itt lesz az új részben, lejöve a lépcsőn fog kapni egy látványt a Berzsenyi térre, a múzeumkertre, ami megújul, illetve a villamosra, ami szintén egy felújításon fog átesni. A villamos annyira rossz állapotban van már, hogy felújítani csak a helyszínen lehet, és a javítás után is a múzeum udvarán marad. Ahogy a korábbi sajtóhírekkel ellentétben, a műemlékkerítést sem bontják el. A beruházás a tervek szerint ősszel fejeződik be, és az év végén újra megnyithat a Schmidt Múzeum.